Nyílt napot szervezett a Maros megyei területi munkaügyi felügyelőség, hogy az állampolgárok betekintést nyerhessenek az intézmény működésébe. Május 12-ére több Maros megyei városban állásbőrzét hirdettek. Nyílt napot szervezett a Maros megyei területi munkaügyi felügyelőség Marosvásárhelyen a nyílt kormányzati hét keretében. Célja, hogy az állampolgároknak betekintést engedjenek az adminisztrációba, részvételre ösztönözzék őket és biztosítsák a működés átláthatóságát. A Maros megyei területi munkaügyi felügyelőség 3 év kihagyás után invitálta ismét nyílt napra a lakosokat. Ebből az alkalomból lehetőséget adunk magánszemélyeknek, szervezeteknek, elhelyezkedni vágyóknak, diákoknak, egyetemi hallgatóknak, és nem csak, hogy belépjenek az intézményünkbe, megtekintsék az irodáinkban dolgozók tevékenységét, és ugyanakkor felkínáljuk az általunk nyújtott szolgáltatásokat, közvetítést, tájékoztatást, szakmai tanácsadást és szakmai képzést. Az ügyvezető igazgató arról is tájékoztatott, hogy május 12-én állásbőrzét szerveznek a megye 6 városában. Marosvásárhelyen a Művészmoziban zajlik majd az esemény, Segesváron, Szovátán, Dicsőszentmártonon, Szászrégenben és Marosludason a felügyelőség helyi kirendeltségeinél várják az álláskeresőket.